Napszámosok gazolják a dinnyeföldet Perket puszta határában. A töveken a dinnyék még meglehetősen kicsik, ám egy-két nagyobb termés jelzi, hogy hamarosan itt is beindul a szezon. A termelők jó évre számítanak, azt mondják, megfelelő volt az időjárás, és a napos idő kedvez a gyümölcs érésének. Jó minőségi dinnyét fogunk szedni, ez 100%, nagyon jó a időjárásunk. Ez a kis kevés eső, ami volt, valahol sok eső, viszont meleg időnk volt eddig, úgyhogy szépen fejlődik a dinnye. Biztos vagyok benne, hogy jó árban is tudjuk eladni, mert a elmúlt év promóciói miatt a belföldi fogyasztás is megélénkült. A hazai dinnyék főleg frissességükben jobbak az Európa déli részeiről ide szállított dinnyéknél. A kereskedők szerint a vásárlók nagy része kivár addig, amíg megjelenik a hazai görög dinnye a piacon. Egyelőre még olasz dinnyét árulunk, hétvége felé már megjelennek a piacokon, és persze itt a boltokban a magyar dinnyék. Árba szerintem ilyen 100 forint magasságába fog indulni az első magyar dinnye árak. Hazánkban jelenleg egy ember évente átlagosan 15 kg dinnyét fogyaszt. Bár a görög dinnye 90% a víz, a szakértők szerint így is kiváló vitamin és ásványi anyag forrás a nyári hónapokban.